mint azt, hogy szerelem. Már nem kell senki sem, akkor majd ott áll az igazi előtted, és ha nem is akarod, akkor is érzed talán, hogy ő az, akire évekig vártál. Mondd azt, hogy szerelem, mondd azt, hogy van ilyen. Tékozló szívemet, valaki ellopta, azt hiszem. Mondd azt, hogy szerelem, mondd azt, hogy van ilyen. Tékozló szívemben, most már senkinek sincs hely. Amikor látod őt, és érzed teste melegét, akkor már elhiszed, hogy ez nem egy regény, ez a valóság. Most már hinned kell nekem, és ne mondd azt, hogy a szíved még mindig üres. Mondd azt, hogy szerelem, mondd azt, hogy van ilyen. Tékozló szívemet, valaki ellopta, azt hiszem. Mondd azt, hogy szerelem, mondd azt, hogy van ilyen. Tékozló szívemben, most már senkinek sincs hely. Hallhattuk ezt a számot, azonban végre következzék Varga Éva, aki két dalt is elő fog nekünk adni. Az előbb azt kértük, hogy mondd azt, hogy szerelem, most pedig következzen a Te vagy a fény az éjszakában, majd azt következően Nem adlak másnak, tehát tele vagyunk szerelemmel. Varga Éva következik. Te vagy a fény az éjszakában, a nyár, ha hull a hó. Te vagy a szó a némaságban, a szélben pál a levél, szívemben te vagy a vér. Imádlak, te vagy a kék az ég színében, tengervizén fehér hajó.
másnak, nekem rendelt az élet, nem adlak másnak, ha kell harcolok érted, s ha néha lenne még, köztünk bármikor is ellentét, a sorsunk összefolyt, nem is tépi semmi szét, én félre dobtam, látod a büszkeséget, haragszom rádod, minek is játszom véled, koromba zárnak, többé már el nem bocsájtlak, sokat ígér nekem, ez a tiszta szerelem. Varga Évának, te vagy a fény az éjszakában, és a Nem adlak másnak című dalt hallatták tőle, azonban most következik újra Pál Zoltán a Most nézd meg című számmal. Most nézd meg! Csaj, akit figyelek épp, mindenhelyén.
mostantól láthattuk és hallhattuk a saját szerzeményét, azonban most itt van velem Ignác Attila, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Rád néztem, és azt mondtam, hogy mely szélességgel te győztél. Mekkora térfogat, körfogat. Hatalmas. Mesélj egy picit, légy szíves, magadról. Azt, hogy testépítő vagy, ez azt hiszem, abszolút egyértelmű. Igen, gyakorlatilag 14 éve foglalkozom a sportággal. 2000-ben maláziai világbajnokságon harmadik helyezést értem el, több nemzetközi verseny, magyar versenyt is. Gyakorlatilag most egy kicsit más dologgal foglalkozom. Hiszen egy igen nagy fába vágtad a fejszínet, így van, tervek pontosan, vannak előtted. Pontosan. Egy életmód kazettát készülök kiadni, egy videókazettát, ami természetesen egy kicsit részletesebb és bővebb betekintést nyújt ebbe a egészséges életmódban. Mondok egy gyors egyszerű példát, palacsinta, töltött káposzta diétással. Diétással? Így van, pontosan. Ezeket na de hát a töltött káposzta az egy olyan dolog, amitől én el tudok hízni. Ezt hiszi mindenki, pedig meg lehet csinálni diétásan is. Erről fog szólni a kazetta, illetve egyénre, ember típusokra lebontott tréningeket és igényre, és ami nagyon fontos, hogy igényre, mert ugye nem vagyunk egyformák, mások az igényeink, típusra lebontott programokat fog tartalmazni ezek a kazetták. Gyakorlatilag ez mostanában fog elindulni, úgyhogy nem sokára. Több kazetta is készül, ha jól tudom, egy három részes kazetta sorozat lesz ez. A legfontosabb, hogy mikor nézhetik ezt a nézők, mikor vásárolhatják meg, körülbelül mikor kerül ez piacra? Gyakorlatilag a forgatások már folyamatban vannak, tehát készül, lesz egy televíziós produkció is, gyakorlatilag egy életmód magazin, amiben sorozatban lehet feltenni kérdéseket, illetve közelebb tudjuk hozni a nézőkhöz ezt a dolgot. Én azt mondom, hogy a tavaszra, idényre meg lesz, tehát kín lesznek a polcokon. És akkor a könyv ezek szerint arról szól, hogy ha én egy bablevest szeretnék enni, akkor azt hogyan kell úgy elkészíteni, hogy ne hízlaljon. Így van, gyakorlatilag igen, egy videókazettáról lesz szó, és gyakorlatilag pontosan erről így van. Én megígérem neked, hogy visszajössz még hozzánk a műsorba, és ezt sokkal bővebben ki fogjuk fejteni, hiszen azt hiszem, hogy mindenki kíváncsi rá, hogy hogyan együnk úgy, hogy ne hízzunk el. Azonban most következik újra az álomcsapat, a Dream Team. I'm your witness.